és nagyon fontos volt, hogy ezt az örökséget mi tovább építsük, újítsuk meg ezt a felületet, illetve próbáljuk egy olyan központot létrehozni, egy olyan információs központot, hogy azok a turisták, akik ide érkeznek Veszprémbe, és a vár séta előtt kapjanak meg minden olyan információt, hogy mi fontos a várban, mi az, amit érdemes megnézni, mi az, ami ennek a helyi közösségnek fontos, azt lehetőség szerint egy helyen pontos információval tudják megkapni. És ami a másik nagy hiányosságunk, hogy ennek a büszke városnak a gyönyörű történelméből nagyon keveset tudunk megmutatni ma a turistáknak. Hogyha az ember külföldre megy, vagy egy másik, egy idegen városba megy, ahol nem járok, akkor elsősorban arra kíváncsi, hogy is lakják ezt a várost, mi ennek a városnak a története, és most lehetőségünk adódott, hogy ebből a gazdag történelemből jeleneteket tudjunk felvillantani. Nem fogjuk tudni megmutatni a város teljes történetét, de olyan elemekkel fogjuk gazdagítani a jelenlegi várkaput, ami egy pici ízelítőt, egy pici titkot, egy kicsi felhívást tud nyújtani a turistáknak, és én ezt mindig el szoktam mondani, hogy az igazi turisztikai marketing, amikor valaki a helyszínen jár, úgy távozik, hogy egy csomó titok marad. Úgyhogy ez a mi várkapu fejlesztésünk szerintem ilyen, tehát hogy ez titkokat fog zárva hagyni, arra késztetve a turistát, hogy amikor hazamegy, akkor lélekben, meg információgyűjtésben újra visszajöjjön hozzánk, és az interneten és a különböző egyéb fórumokon nézzen utána, hogy milyen is ez a város. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában, a polgármesteri hivatalnak a munkatársai nagyon sokat dolgoztak ezen a projekten. Szeretném megköszönni az ötletadókat, Péternek elsősorban, aki ennek a tartalmát kitalálta annak idején. A Megyei Múzeum, illetve a Lackó Dezső Múzeum, bocsánat, az új nevén komoly szerepet kap ebben a feladatban. Köszönöm az ő segítségüket is, a pályázatírók segítségét és természetesen a kivitelezőknek a munkáját is, hiszen úgy látom, hogy ez megint csak egy minőségű munka valósult meg, amire igazán köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és a pályázat pontos részletes tartalmáról a polgármester asszony a pályázatást. Azt rejtette egyébként majd abban a sárkodnak, hogy megtenni. Igazából nem jött kell, mert ő el lesz dugva, tehát ez nem látszik. Ez hallgatni kell. Ez a legegyszerűbb.